Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Megkezdjük Matilda baloldali rugó, hátsó rugó, hátsó lengés csillapító cseréjét. Buksival. Buksi már kapott egy szép nagy velős csontot, most abból elnyűglődik. Meg úgy áll a kocsi, hogy nem tud idejönni. Így viszonylagosan, nyugodtan tudok dolgozni. Tegnap bizonyára sokan láttátok, hogy nyüglődtem a csavarral, azt végül levágtam az anyát. Ugye ez csak a heckedve volt idézőjelben. Természetesen ma már nem fogok vele küszködni olyan sokat. Ha első szóra nem adja meg magát, levágom a picsába, mert hát megvan a másik oldali csavar is, megvettem. Tegnap beszaladtam a vasbótba, és ha nem megy szép szóval, akkor levágom a francba, aztán akkor jól felgyorsul a meló, de volt egy kedves taktárs, aki megkérdezte, hogy miért tettem babát a rugóba. Azt hiszem, hogy a videóban is a képeknél írtam, de elmondom, hogy mivel hogy ez az autó itt 6-800 métert közlekedik földúton, és vannak akkora kártyuk, hogy eltűnik benne a kis autó. Így azért tettem be azt a két gumibabát a határolót, hogy ha megvan rakva a kis autó, akkor se üljön olyan könnyen le, tehát ne húzza semmiét se, ne érjen le semmit. Ezért tettem bele a két babát, hogy ezzel is adjak egy kis pluszt a Verdának, mert nem beszélve ezekről a jó magyar utakról, de még itt a Dagonya is hozzászámol, és én azért csinos pénzt költök az autók futómű javításaira, mert egyik autó sem idevaló. Volt Niva, az is kidőlt, telepváltó. Vettem másikat, annak is az volt a problémája, tehát befejeztem a Nivás dolgot. Viszont a Moszkvics Aleko rendkívül sikeresen és stabilan viseli a Dagonya megpróbáltatásait, tehát azt hiszem, hogy Aleko fog itt maradni a Dagonyába, mert mondom, tehát ő megdöbbentően jól kezeli a Dagonya problémát. Na most írtátok ugye, hogy nem részleteiben menően tárgyalom itt a szerelések kezdetét, tehát most azért megmutatom nektek, hogy amikor elkezditek emelni a gépet, túlemeltem, előtte természetesen rögzíteni kell kézifék, sebesség, és még ha lehet, akkor a bakot is, én a másik oldalra tettem. A kerék alá úgynevezettem, megsarúztam a kereket. Alá találok, vagy nem találok alá, ez itt a kérdés, válasszam. Jó. Na most, nagyon fontos azért, hogy ilyen kerékkulcsokkal, esetlegesen nyomatékkulcsokkal, vagy valami, akinek milyen felszáma van, még amikor a kerék a talajon van, akkor rögzítse, vagy lazítsa le a csavarokat, mert sokkal egyszerűbb úgy, mint utána meg küszködni. Azzal, hogy nem bírjátok lelazítani, mert a kézifék nem úgy fog, elcsúszik meg egyéb dolgok. Tehát a kerék lelazítását, kerékanyák lelazítását még kocsi nyugalmi állapotában tegyétek meg. Jó. Itt jó lesz, és értelemszerűen bakot mindig kell használni. Tehát amire ráeresztitek a kocsi szekeret. Kicsit gyomás ez a kerék. A kocsinak a salakanyagai
egy bizonyos területen szét vannak szóródva. Hát most, amikor beálltam ide, akkor széttapostam egy-két példát. Na, jól van akkor. Ez is megvan. Itt a negyedik példa. Hát akkor a rugót fogjuk megszexuálni, és lecserélni. Úgy ezzel is komfort időt okozzuk. Na, tehát akkor ugye felemeltük a kocsiszekrényt, karosszériát más néven, ráemeljük, vagy ráengedjük szép nyugodtan bakra a karosszériát. Hát emelőt kezdetnek alatta lehet fagyni, mert leengedett állapotban, mert ha mégis borulna, akkor arra essen rá könnyebb fölemelni. Na most! Másik taktárs azzal a problémákkal küszköd, hogy le van ülve az autója. Csináltatott egy rugót bele, hátsó rugót, és erősebbet, sűrűbb menetezésűt, és mégis leült szintén az autó. És erre szeretnék mutatni, mondani egy-két példát, ha helyezkedek. Tehát a szóban forgó autó is csavart spirálrugós. Itt látjátok a spirálrugót. Itt van egy rugótányér, ebben itt, ennél az autotípusnál nincsen gumi alátét, hanem itt találjátok meg fölül, egész pontosan itt lapul. Ez körülbelül egy olyan, így mutatom nektek, lássátok, ez körülbelül egy olyan 5 mm-es alátét. Aki nem akarja feláldozni, mert ugye, hogyha telirakod a rugót babával, amit én is tegnap beraktam a másik oldalon, egy rugóban 3 darab jár, de hogyha beteszed mind a hármat ilyen csillag alakban, minden sorba egyet-egyet, akkor feláldozod azt a kényelmi rugózást, amit megszoktál az adott autótól. Tehát keményebb lesz a rugózás, és hát a komfort, oda lett a komfort. Na most, tehát hogyha ezt nem választod, hogy beteszel a babát, akkor jön az, hogy sűrűbb csavarású, sűrűbb menetes rugót teszel bele, és ilyen esetben ez 1, 2, 3, igaz? Jó számolom? 1, 2, 3, 4, 5, tegyük fel 8-at, vagy 9 menetűt csavartatsz, és azt teszed bele, és akkor egyrészt magasabb is lesz az autó, másrészt akkor szintén keményebb is lesz a rugózása. Hát ugye, akik terhet cipelnek, ezekben a variánsokban gondolkodnak. Na most, jelen esetben ennél a kedves taktásnál az történt, hogy ő hajlítatott egy sűrű menetelési rugót, de a beépítést követő egy-két hónap után visszaült az autó. Hozzátendő elmondása szerint 12 centivel emelkedett az autó a beszereléskor, és most már az a 12 centi 7 centire zsugorodott össze. És ilyenkor ilyen technikai lehetőségek vannak, ami ugye nem a otthoni házi sufni kategória, hanem azért egy helytálló megoldás, és hogyha viszed műszaki vizsgára, azért nem fognak ott lelőni a helyszínen. Az egyik megoldás, hogy a rugótányért leveszik, ezt a rugótányért. Rendszeres nézők emlékezhetnek, hogy én az Opelnál cseréltem. Tehát az egyik megoldás, hogy leveszik ezt a rugótányért, és ide beletesznek egy pót gerendát. Hát most, ahogy látjátok, itt ennél a típusnál itt van ez a rugótányér gerenda,
Pótle, papucs. Hát amikor ez elrohad, bár Matiznál nem szakad, amikor elrohad, akkor ezt így lehet cserélni, így is lehet kapni kereskedelemben. Na most, ezt a rugótányért leveszik, és ide esztergáltatnak tömb. Tehát tömb. 2, 3, 5, 8 centi, kinek milyen vastagság tetszik. De ugyanezt el lehet játszani itt lent is, hogy ide esztergáltatnak be tömböt, és akkor ezáltal ugye megemelkedik, tehát a kocsi szekrény eltávolodik nyugalmi helyzetben, a jobban eltávolodik az aszfalttól, a földtől, mint hogyha normál állapotban lenne. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, hogy süttetnek ilyen gumit, különböző vastagsága, tehát általában a gyári az 0,5 mm-es szokott lenni, és egészen 0,50-ig. De, hogyha ide besüttetsz gumit, közben csak ide jött buski, ez lehet 3 centi, egészen 5 centiig darabonként, de hát ugye ennél nincsen itt, de annál a jelzett autónál, amiről most szó van, alul is van rugótányér alátét, ez a gumi. És akkor itt 3 centi, itt 3 centi, az már 6 centi. Na most 3 centinél nagyobb, tehát maradjunk az 5 centi oldalanként, 5-6 centi, mert ugye, ha ezzel emeled, most mindegy, hogy melyik variáns, a gumi vagy pedig a tömb alátét, ha emeled a távolságot, akkor értelemszerűen emelkedik a kocsi szekrény. Ha emelkedik a kocsi szekrény, akkor az úgynevezett hasmagasság is megnő, és bizony pályán egy 110-130-as sebességnél egy 100-as oldalszél fölborít a picsába. Tehát, hogyha ilyen megemeléseken gondolkodtok, akkor mindig számoljatok azzal, hogy a jó öreg oldalszél nem kérdezi, hogy hány tonnás az autód, és nem kérdezi azt, hogy fölboríthat, hanem föl fog borítani a picsába, mert ugye alulról alá kap, oldalt ugye megvan a nagy terület, az úgynevezett borítóerő, a felület, és már azt veszed észre, hogy a csalitosban figyelsz a kis autóddal. Tehát a karosszére fölemelésnél ugye ezt tessék, szem előtt tartani. Tehát ez a két variáns, amit elmondtam, ez egy viszonylagosan olcsó. Én nekem van is egy ismerősöm, aki süttet, vagy süt ilyen gumikat, különböző gumiárukat süt le, vagy készít, de aztán én este találtam egy maszekot, aki csinál ilyet, és ma reggel válaszolt is. Hát sajnos ezeket a gumitárcsákat, ezeket olyan 10-12 ezer és sütné le darabját, és hát akár merről nézzük, itt 8 darab kell, mert ugye az elsőt is szeretné a kedves kliens emelni. Most az elsőnél, az első MacPherson futóműnél, ott ugye az egész gólyalába, hogy hívják, az egész gólyalába, kocsi szekrény karosszériába, 3 csavarral van a toronyba felfogatva, ott oda szoktak betenni szintén ilyen vas tömböt, amit hát leesztergáltatnak, bár láttam már alumíniumból készítve, bakelitből készítve, tehát azért több variánsa létezik. Ez kérdés az, hogy az ember mire használja, mennyire terheli, mit vár el. Tehát több anyagvariánsa létezik, nem csak a vas. Tehát ott az első futóműnél, csak fönt a toronynál, ott szokták betenni a tömböt, és akkor ott meg lehet emelni az elejét, hátulját is. A másik megoldás, ugye, mivel ilyen esetekben szoktak találkozni a kedves tulajdonosok, hogy adott egy autó, most mondom én egy példát, hogy gyárilag 14-es vagy 15-ös felnivel készülnek. De ugye az illető fölrak, tegyük fel jelen esetben 17-es felnit, és azt veszi észre, hogy ugye amikor megrakja, tehát ugye terheli az autót, belerak mit tudom én, 2 zsák hízótápot, meg egy akkumulátort és egy zsák cementet, akkor ugye azt vesz észre, hogy a felnik, tehát a gumi beleér ebbe a sárvédő ívbe, perembe,
jobbik esetben, rosszabbik esetben, jobbik esetben a belső doblemez borításba, műanyag borításba érve. Ilyenkor szokták az úgynevezett passzív dőlésszeget állítani, tehát passzív dőlésre állítják a kereket, hogy nem így áll a kerék, hanem megvan egy kicsit befele a felső része, megvan egy kicsit befele döntve. Ez főleg ilyen ültetett BMW-knél lehet megfigyelni. Tehát így meg kicsit megdöntik, és akkor már ugye egyrészt a stabilitása is jobb az autónak, másrészt meg hát biztosan garantáltan, hogy így fog mozogni a kerék, tehát nem fog beleérni sem a boltívben, sem pedig a doblemez védőburkolatba. Ez mondjuk azért költségesen megoldás, tehát ez egy zsebbenyúlósabb történet, de van, aki egész egyszerűen kombinált légrugót tesz be előre-hátulra, és akkor két variánsa van itt is. Kompresszoros, elektromos, belülről állítható, tehát te tudod, mint a terepjáróknál, te tudod gomnyomásra állítani, hogy most emelkedjen, vagy süllyedjen, vagy pedig van ennek egy manuális változata, van egy szelep, és akkor ott te magad állítod be. Hát az azért kényelmetlen, mert alá kell hasalni, mert ugye a szelepek itt találhatók a rugós tagon. De szintén ez is zsebbenyúlós történet, tehát én azt javaslom, hogy vagy a gumi alátéten kell elgondolkozni, vagy pedig a vas, alumínium, vagy más ilyen tömbök. Én mondjuk a vast ajánlom a legjobban, mert az a legtartósabb és a legkönnyebben beépíthető. Bár az alumínium tömbben láttam már, hogy ugye itt van a gerenda, és akkor a gerendára csináltak egy ilyen palástot. A palásra ráheggeztették ezt a vas tömböt, és a gerendára heggeztették föl az alaplapot, azon volt rajta ez a tömb, és akkor az egy tartós megoldást nyújtott, és még műszakén sem szóltak érte nagyon. No, tehát akkor ezt így most gyorsan elmagyaráztam, így gyomorra nekifutásra, és ebben nem így gyomorra, mert már reggeliztem, tehát nekifutásra, és akkor most fókuszáljunk az eredeti problémára. A lengés csillapítót kell ugye levarázsolnunk, és a rugót kell kiszabadítani. Most bizonyára látjátok, hogy ez a rugó már most nem egy komoly rugó erőt képvisel. Egyébként a tegnap elfelejtettem megmutatni, hogy a második lengés csillapító másik oldali, ugye amikor lekötöttem, akkor összement, aztán kész, sehova tovább, tehát sehogy széthúzni nem lehet se semmi. És hát ahogy néztem tegnapi fotókon, nem tudom mennyire láttátok az elején, amikor buksival bohózkodok, az adott jobboldali kerék vagy be volt dőlve, föl volt a doblemez felé, most azért jóval vidámabb pozícióban van, tehát már egy doblemez perem és a kerék között 4 únyi távolság van, tehát azért eredményt értem el, fel tudom mutatni ezen az oldalon, és hát itt ugye most a nagyja sárt azért kicsit letakarítom róla, mert ez mind rám fog hullani a szerelések alkalmával. Azért nem mostam le, mert akkor várakozhatnék itt ítélet napig, mire megszárad, meg leszárad az a saras lé róla. Így viszont ugye van sapkám, kapucnim, meg hát ez az autó hétfőn ismét részt fog venni a forgalomban, tehát nincs idő itt buziskodni, hogy itt szárítgatom, meg várom, hogy megszárad. Ezért nem mostam le, hanem így szépen lekapargatom a nagyja retket róla, és akkor majd szét tudom kapni. Jó, akkor egyelőre ennyi. Azt hiszem, hogy a rugóemelés, a karosszéri emelés, rugónyújtás, egyéb történetet most kimerítettem, és akkor majd jövök. Na, akkor jöjjön egy kis észosztás. Hát itt van a mi Matildánknak a lengés csillapítója, már enyhén illuminált állapotban, de amit mondani akarok, itt látjátok az okosságot. Ez a csavar is bele van sülve, rohadva. Valószínűleg ezt még a gyárba tették fel, mert a másik is eredeti dévú, ezt még nem tisztítottam meg annyira, de itt is látjátok, hogy ez bizony bele van sülve. Tehát ennek a kikacimbálásával tegnap azért vettem le olyan csiszolós, vágós, flexes izével ezt a
távtartót, tehát hogy lecsatrancsíroztam, hogy megmutassam nektek, hogy ez a megoldás, az a megoldás van, hogyha ilyen berohadt lengéscsillapító tőcsavarral találkoztok. Én azzal kezdtem, hogy levágtam, ez a csavarfej, és valahol ott van, majd ugye meg fogom keresni, mert hogyha belemegy gumiba, akkor az defektet okoz. Levágtam a másik oldalon a nyúlványra rögzített anyát, amit már is mutatok nektek. Nem tudom mennyire látjátok. Tehát ugye, itt van, ezen dugom át, tehát ezen az oldalon van ráheggesztett anya, és a másik oldalról megy be a tőcsavar. Tehát ugye én ezt levágtam, na most a levágás ezen az oldalon a tőcsavar felől, nem az anya, nem tőben kezdtem el a vágást, hanem ugye van egy alátét, hanem az alátét után rögtön a csavart kezdtem el vágni. Levágtam, lepattintottam az alátétet, átjöttem erre az oldalra, itt viszont tőben látjátok, tőben levágtam az anyát. Majd erről az oldalról egy rossz csavarhúzóval, kalapáccsal megütöttem, annyit, hogy innen kiment, nagyjából kiment, és a másik oldalon, ami teljesen szintbe elvágtam a kiálló csavardarabot. Ezáltal egy picit megnyitottam a két fület, és kijött a csavar a teleszkóval, a lengéscsillapítóval, mindennel együtt. Még egy apróság, ugye tegnap is egy kolléga, taktársunk ránk írt erre a lengéscsillapítós posztra. Megpróbálom úgy mutatni, tehát itt van a hossz gerendába bele van építve a lengéscsillapító felső tőcsavarja. Bizonyára ilyen karosszéria csavaroknál sűrűn találkoztok azzal a jelenséggel, hogy az utolsó pár menetnél eltörik tőbe ez a csavar, és akkor ott álltok, mint fasz a lakodalomban, mert nem tudtok mit csinálni. És ezt hogyan lehet kivédeni, kiküszöbölni? Egyszerű anyag előkészítéssel, ami annyit jelent, drótkefével megtakarítjuk a kiálló csavarrészt, majd ezt követően, ezt már tegnap megcsináltam, ezt követően befújjátok VD40-nel, vagy valamilyen csavarlazítóval, akár többször is be lehet fújni kis szünetekkel, és elkezditek vágni, vagy vágni, hajtani lefelé. Na most a hajtásról szeretnék még megemlékezni, abban a szempontból, hogy nekem már sok-sok éve megvan ez a nyomatékkulcs, tegnap is, tavaly karácsonyon is kaptam egy ugyanilyet, az M-zárja óta el van téve. Így is megmutatom nektek. Manapság már például a Lidl-ben is lehet kapni 10.000 forintért, én még ezt 30.000 forintért vettem, de nem is ez a lényeg. Tehát, a nyomatékkulcs nem cső. Vegyetek, aki saját maga szervizeli otthon az autót, és belevág ilyen lengéscsillapító cserékbe, vagy futóműjavításokba, tehát nem jó a cső, tehát ez egy áthidaló rök. Nos, a csavaroknál tartottunk. Bocsi, csak közben betelt a memóriakártya cseré, nem kellett. Tehát, ugye, rozsdás menet rajta, a sár, alvázvédő, minden öreg ördöge, és ahogy csavarjátok lefelé az anyát, melegszik, surlódás, hőhatása, és azt veszitek észre, hogy elpattant a csavar. Tehát, ha lelkiismeretesen előkezelitek az ilyen karosszéria csavarokat, akkor biztos, hogy nem, és használtok VD40-et vagy csavarlazítót, akkor biztos, hogy nem fogtok szembesülni azzal, hogy az utolsó menetnél eltört a csavar, és akkor lehet kifúrni. Jelen esetben a lengéscsillapító tartó csavarja itt van. Tehát ennek a kifúrása azért nem egy népünnepély. Még amit nagyon fontosan is mondani szeretnék, hogy amikor ilyen flexes munkákat végeztek, hogy levágtok csavart, nagyon gondosan, stabilan
bakoljátok alá, ékeljétek, saruzzátok ki az autót, mert az lesz a nóta vég, hogy rátok esik. Illetve gondoljátok el, hogy egy ilyen kocsi szekrény alá be kell másznotok, kis flexel a kezetekben, ami 11 ezret pörög alsó hangon. Egy rossz mozdulat, egy rosszul kiválasztott póz, egy rosszul megközelített anyag súlyos balesetet okoz, mert mire észbe kapsz, már nincsen ujjad vagy kezed. Tehát mindig alaposan a lábakolt autó plusz biztosítás, és ha lehet, akkor a közeletekben szóljatok valakinek, hogy te öcsém, figyelj már rá, ha amputálom magam a végtagomat, akkor húzzák ki a kocsi alól. Mindig új koronggal dolgozzatok, ne használta, ne sérült el, és előtte még áramtalanított, kikapcsolt állapotában flexel tartsatok főpróbát, jelen esetben itt, ennél, hogy hogyan fértek oda, hogyan tudjátok megközelíteni, és nagyon fontos, figyeljetek a flexnek a kábeljára, nehogy véletlenül elvágjátok, mert akkor elnézést, mert akkor egy esetleges áramütés is lehetséges. A főpróbát azért javaslom, mert ugye megijedhettek a szikrát, elnézést, szikrától vagy bármitől, hirtelen elkapjátok a kezeteket, megszorul a flexkorong, szétrobban a flexkorong, uram bocsá, rátok esik az autó, rátok szorul, levágja valamitek. Tehát erre fokozottan figyeljetek, amikor flexel akartok levágni a kocsi szekrényről valamit, akkor többszörös biztosítással dolgozzatok. Jelen esetben, hogyha lengéscsillapító csavart vágtok le, a futóművet tessék felbakolni, mert hogyha levágjátok a csavart, akkor nincs alábakolva a lengőkar, akkor bizony az egész leesik a picsába. Megijedhettek, a forgó flex még a kezetekben is, és szintén balesethez vezethet. Tehát jól fontoljátok meg, hogy hogyan vágtok, hogyan közelítetek meg az adott munkaterületet, hogyan álltok neki a vágásnak, nem csak fogom a flexet, bedugom azt, gyerünk, essünk neki. Gondoljátok át, fejben először tegyétek össze az ilyen jellegű munkát, majd ezután élesben kivitelezhetitek. Tehát megmutatom ugye, amiről beszéltem, hogy ez azért van felbakolva így, ahogy látjátok, mert hogyha nem lenne felbakolva, mint a lengéscsillapítót lekötötted, lehúztad valamelyik oldalról, egész egyszerűen ez így leesik. És akkor bizony megijedtek, és a flex már rögtön vághat is valamit. Nekem egyébként nem azért vannak ujjaim, mert levágta a flex, hanem mert így születtem, így tanultam a szakmát. No, akkor ennek nekifutottunk, sikeresen leküzdtük az előttünk álló akadályt, és akkor most jön maga a rugó kivétel, és kis takarítás, és az új rugó be. Majd jövök még. És akkor beszéltünk már a munkaútról, tehát lengéscsillapítóknál. Ez azért mutatom a rossz lengéscsillapítón, mert az könnyebb összenyomni. Hát ugye ez az összenyomott állapota a lengéscsillapítónak. A kihúzott, ez a nyugalmi állapota a lengéscsillapítónak tehermentesen. Tehát minden jó lengéscsillapító így áll. Az annyit jelent, hogy kijött a teljesen. Szétjött a lengéscsillapító. Általában milliméterben ilyen, ez a távolságot adják meg. Például 300 mm, 350, 400 és a többi, és a többi. De komolyabb cégek vagy beszállítók írják zárójelben a munkautat. Na most, itt van egymás mellett a két lengéscsillapító, azonos típusról beszélünk, azonos lengéscsillapító. Ugye az új a nyugalmi állapotban, amikor teljesen szét van húzva, nyugalmi állapotban tegyük fel 300 mm. Teljesen összetölt állapotában tegyük fel 200 mm. Tehát akkor 100 mm munkaútról beszélünk. Ez azért fontos, mert aki emelni akarja az autóját drasztikusan, mint ahogy a mai videó elején is mondtam, ha tegyük fel ilyen 5-10-12 cm-eket emel, akkor vegye figyelembe, hogy az akkori
jelen esetben gyári lengéscsillapító már alkalmatlan lesz, ugyanis ha megemelem 12 cm-rel a gyári lengéscsillapítással rendelkező autót, akkor értelemszerű, hogy a lengéscsillapító szinte nyitott vagy teljesen kinyitott állapotában fog fölkerülni az autóra, ami annyit jelent, hogy ugye amikor rugózik az autó, ugye lemegy a lengéscsillapító, és ahogy jön föl, tehát mindig feszíti a rugó, ugye, mindig feszíti, és az lesz a nóta vége, hogy elszakad a lengéscsillapító, és elkezd folyni, vagy a gázt engedi, tehát tök mindegy, tehát lényeg az, hogy rossz lesz. Úgyhogy ha egy 300 mm-es lengéscsillapítóról beszélünk, és emelés mellett döntünk, tegyük fel, emelünk rajta 50 mm-t, akkor értelemszerű, hogy egy 350 mm-es lengéscsillapítót ajánlott beszerelni. Nagyon sokan erre nem figyelnek oda, és akkor menet közben jönnek rá, hogy nincs lengéscsillapítás. Miért? Hát azért, mert szegény lengéscsillapító szétszakadt, ez pedig Matildának a lengéscsillapítója. Új állapotában lenyomom a lengéscsillapítót viszonylagosan könnyen, és szépen magától ki kell jönnie. Ugyanez az elv vonatkozik az első gólyalábaknál lévő lengéscsillapítókra is. Tehát látjátok, gondolom, különbséget, bocsánat, megfordítom szerint. Tehát csak ennyi volt a különbség ennél is. Közben még annyit szeretnék itt megmutatni, lehet, hogy a tegnapi videóban nem mutattam meg, de most megmutatom. Ha megfigyelitek a rugó menetemelkedést, az egyik vége és a másik vége eltér. Ugye itt nem nyugalmi állapotban, itt a menetvég nem érintkezik az előző rugó menet vezetéssel. Itt viszont érintkezik, ezt látjátok is. Az esetek döntő többségében rugókat úgy szereljük be, hogy ez a fölső, tehát fölülre kerül, ahol ugye a két rugó találkozik egymással. Itt alul nem találkozik, mert ugye alulról fölfelé megy a rugózás, értelemszerűen úgy hatványozódik össze. Fordítva teszitek be, akkor ugye főleg Opeloknál szokott lenni az, hogy egész egyszerűen 15-20-25 éves Opeloknál beszélünk, egész egyszerűen beszakítja a rugótányért, vagy esetlegesen a keresztgerendát, mert ugye az erő erre hat jobbára, tehát itt nem. És azért van így meghajtva, hogy ez egy viszonylagosan fix állású, és lentről fölfelé kezd el rugózni, tehát az erő így hatványozódik. És amire fölér, ugye hát viszonylagosan gyöngül. Tehát eloszlódik a rugó erő, ahogy halad fölfelé a rugó, eloszlódik, és akkor nem éri akkora a behatása a felső rugótányért. De ha fordítva szerelitek be, akkor sajnos talán, láttam már Suzuki-nál, meg hát Opel-nál is. Egyszerűen nincs fordítva szereltem, de dolgozhattam megint. De az a figyelmetlenségem miatt volt. Tehát láttam már Suzuki-nál egy fordítót bezrakva, és szegény beszakította a rugóházat. Tehát azért figyeljetek oda, hogy így tudjátok, így kell föltenni. Na most, ha semmilyen jelölést, ugye megint beszéltünk erről, semmilyen jelölést nem találtok a rugón, még kiépítés előtt, tehát ne bízzátok a véletlenre, még a kiépítés előtt jelöljétek meg, ugye tengelyirány, és tesztek valami jelet, ugye itt is itt van, tesztek valami jelet, és akkor utána csak annyi, hogy a régit meg az újat egymáshoz teszitek, beméritek, jó, meghúzod az új jelet, és az új rugón, és úgy teszed be, és akkor nem lesz az, hogy csálénál, meg egyik oldala így áll, másik oldala úgy áll. Tehát ezekre szintén figyeljetek oda, és amit az előbb is mondtam, én már lehet, hogy látjátok is, hogy már betettem a két babát, egy kicsit meg kellett faragcsálnom. Tehát ezt már tegnap is taglaltam, hogy miért tettem be a babát, miért van ebben, hiszen új minden, de mégis. Na, szóval akkor most már csak a lengéscsillapító beszerelése következik.
Még egy nagyon fontos, hogy amikor lengéccsalapítót teszitek föl, a csavarokat, az anyákat mindig zsírozzátok. Mártsátok zsírba, kenjétek be zsírral, és mindig úgy tegyétek össze, mert akkor megint az a szituáció lesz, mint a réginél, hogy a táptartóba bele fog rohadni a csavar, és az Úristennek nem boldogultok, csak elő a jó reflex, és akkor lehet killódni. Tehát zsírozni, zsírozni, zsírozni. Nos, akkor eljött az összeszerelés ideje. Hát ugye az alsó lengéscsillapítónál ugye mutattam, hogy levágtam a csavart és a felheggesztett csavaranyát. Jár megoldás. És helyette átmenő csavarra kötéssel oldottam meg. A csavar szintén a csavar menetet bekentem zsírral, úgy tettem be. Fönt szintén bekentem a nyúlványcsavar zsírral, az anyát szintén, tehát zsírral tettem össze. Meghúztam minden kötési pontot. Ugye odafigyeltem, hogy a rugó alul az át neki kialakított menetházba menjen be. Tehát figyeljetek, hogy úgy hiszem, hogy elkészült a melóval. És akkor felszerelem a kereket, aztán megy egy nagy mosásra a gép. Nagyon retkes. Ez ilyen szágult hat. Barónál. És akkor fogjuk nézni, hogy most hogy is állunk itt ezzel a karosszénye, mennyire magas, mennyire nem, bár látjátok, hogy már most is elég jelentős a magassága. És akkor gondolom, azatok is látjátok, hogy azért magasabb, mint volt. És hát ugye azért ne felejtsétek el, hogy ugye a menettartásnak elengedhetetlen szerepe a lengéscsillapítók jó állapota, mert rossz lengéscsillapítóval nincs az a menettartása az autónak, illetve úttartása, már félre beszélek. Főleg rázós, kátyús, rossz minőségű úton elkezdi rakosgatni a farát, mint hogyha kezdene kitörni. Elfelejtettem nektek megmutatni, hogy matizasok tudják, hogy a fara kitörésre hajlamos kanyarban, körforgalomban, és annak az egyik oka a rossz lengéscsillapítás. A másik oldala a kereszt merevítő hátul, egy egyszerű hajlított túvasról beszélünk, szilentezve. Annak a szilentjei mennek tönkre, és az miatt nincs meg az oldal stabilitása a hátsó futóműnek, illetve maga az U lemezből meghajtott hitványmeló. Nagyon sokan, matizasoknál hallottam, nagyon sokan inkább a zsiguliét tették bele, az 1002-esét. Vágni kell, heggeszteni kell, de lehet
ebből fakadóan van, aki megcsinálta a zsiguli hátsó keresztmerevítőt, megcsinálta menetesre, állíthatóra, tehát rá tud feszíteni, attól függ, hogy milyen úton van, milyen úton megy, és akkor sokkal stabilabb lesz a Matiznak a hátulja, és akkor már nem fenyeget az az érzés bennünket, hogy ki akar törni a hátulja. Na, ezt még mind érdekesség, gondoltam, hogy elmondom nektek. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok a javítás alatt. Remélem, hasznos információkkal láttalak el benneteket, és ismételten felhívom a figyelmeteket a baleset veszélyre, tehát amikor ilyenkor karosszéria fölemelős, flexelős történetek vannak, akkor fokozottan figyeljetek a baleset veszélyre. Nekem a pályafutásom alatt viszonylag kevés és enyhe kimenetelű üzemi baleseteim voltak, mert mindig odafigyeltem, és elsődleges szempontom mindig a biztonság volt, ezt ti is tartsátok szem előtt. Hát akkor köszönöm szépen a figyelmet, szervusztok!